Boldog az egy ponttal, a megszerzett egy ponttal, vagy pedig inkább csalódott, mert hogy vezetett is a Fradi ezen a mérkőzésen egy fél időn keresztül, vagy majdnem másfél fél időn keresztül? Boldog se vagyok, meg csalódott se. Az igazság a játékkép alapján igazságos a döntetlen. Nagyon jól játszottunk az első fél időben. Kicsit nem is az, hogy meglepett minket, hogy nagyon ránk jött a Loki, azért feltérképeztük őket a videót ellen, jóval mélyebben védekeztek. Nehezebben tudtuk kihozni a labdát, de voltak nagyon szép megvillanásaink, gyönyörű szép gólt rúgtunk, a védekezésünk is rendben volt. Utána sajnos a másik fél idő elején nem is azt mondanám, hogy bealudt a csapat, de két nagyon gyors gólt kaptunk. Mind a kétszer rosszul szabadítottunk fel, és a Debrecen lecsapott a labdára és gólt rúgott belőle. Ez eléggé bosszantó volt, de viszont az boldoggá tesz, hogy utána nem esett össze a csapat, hanem volt tartásunk, játszottuk a futballt utána, és megérdemelten egyenlítettünk. Milyen furcsa, hogy azt mondod, hogy az első fél időben jól játszott a csapat. A nézőtérről mindenki azt mondta, hogy hú, de rossz volt ez az első fél idő. A Ferencváros nagyon magabiztosan védekezett, a Debrecen pedig nem tudta feltörni a Fradi védelmét, de úgy nézett ki mindig, hogy a Fradi akkor tud játszani, amikor kell. Két oldalú ez a dolog, amikor a Debrecen átadta a vezetést, akkor ők álltak vissza mi ebben védekezni, és akkor mi kontrolláltuk a játékot, és mi birtokoltuk többet a labdát. Az első fél idővel pedig inkább a Debrecen jött ránk nagyon, nem tudtuk kihozni földön a labdát, és inkább kontrákból voltunk nagyon veszélyesek. Nem tudom, hogy kívülről milyen volt a mérkőzés, belül egy lüktető mérkőzés volt, itt is volt helyzet, ott is volt helyzet, szép gólok voltak, 4 gól volt a mérkőzésen, nem hiszem, hogy nagyon elégedetlenek lehetnek a nézők. A mérkőzés után Tomás Doll arcát figyeltem, a vezetőedző arcát, aki szintén nem tűnt elégedetlennek. Ugyanakkor szerinted mit vár ő elsősorban a csapattól, hogy mindig ugyanazt játszátok, vagy pedig annyira igazodni kell, alkalmazkodni a pillanatnyi eredményhez? Mondom azt, hogy mondjuk 0-1-nél, 1-0-nál mást játszotok, mint 1-2-nél. Az a más szituáció, hogyha mondjuk idegenbe játszunk. Láthatjuk, a Lokit is elment Székesfehérvárra, és beálltak védekezni, abból kontrára játszottak. Itthon természetesen jobban, bátrabb, nyíltabb játékot vállalnak fel. Nálunk is ugyanezben otthon, mi dominálunk, jóval támadó a játékunk. Idegenben azért nem lehet fejetlenül előre menni. Az olyan erős csapat még nem vagyunk, hogy idegenben 90 percen keresztül dominálni tudjuk. Voltak nagyon jó szakaszok a mérkőzések, még egyszer mondom, szerintem egy nagyon jó mérkőzésen vagyunk túl.